Ötödik rész. Obán és Letta még két napig dolgoztak a repülő javításán. Sikerült a jókora géptestet a terepjáró segítségével csak nem az oldalára fordítani és aládúcolni. Így hozzáférhettek a meghajtómű alsó pereméhez is. A repedés nem volt túl nagy. A vezérlés csak a beépített biztonsági paraméterek alacsony határai miatt nem engedte felszállni a gépet. A repülő építői különleges típust alkottak. Tudták, hogy a járművet primitív körülmények között minden doktól távol fogják használni. Féltették a bennük utazó emberek életét. A terelőlemez viszont teljes hosszában eltörött. Újat kellett önteniük. Szerencsére a bonyolult, különleges műanyag alkotó részeinek keverékarányát a ház központi számítógépe őrizte memória egységeiben. Obán rádión létesített kapcsolatot a számítógéppel, és megkapta az adatokat. A napenergiával működő kemencében megolvasztotta az anyagot, és kiöntötte az új terelőlemezt. Persze nem volt gyakorlata ilyesmiben, hát a munka sokáig tartott. Dub körülöttük téblábolt. Nem látszott rajta bűntudat, alig hanem nem is volt tudatában, hogy mindezt a sok bajt ő okozta. Egyszer fél óra hosszat segített is nekik, a régi telerőlemez levételénél végre hasznát is látták. Hárman gyorsabban elvégezték a munkát. A második napon délután eltűnt. Eleinte észre sem vették. A kézgépet a csörlővel ismét a homokra állították, aztán Obán felszállt egy próbarepülésre. Esetleges újabb műszaki hibától tartva, alacsonyabb magasságba, csak a szárazföld felett repdesett néhány percig. De a gép tökéletesen rendben volt. Akkor ismét leszállt a terepjáró mellé. Dub nem került elő. Repülj vissza a házhoz, mondta az asszonynak. Pihenj, és várj ránk. Amint előkerül az a... szerencsétlen, indulok vele együtt. Legkésőbb holnap este otthon leszünk. Letta nem örült ennek a megoldásnak, de belátta, a két járművet vissza kell vinni a házhoz. Az asszony csak a kezét nyújtotta. Most nem csokolhatták meg egymást, megint űrruhában voltak. Okvetlenül keresd meg, mondta még az asszony. Obán bólintott. És vigyázz magadra. Te is. A férfi sokáig állt a hullámveréses parton, a repülő egyre kisebbedő fekete pontját nézte. Amint eltűnt a hegyek fölött, sóhajtott és leült egy sziklára. Dubra várt. A mérnök aznak nem került elő. Obán a telepjáróban töltötte az éjszakát, a kényelmetlen üléseken nem sokat aludt. A hajnal első fényei szinte elsöpörték a felhőket, kitisztult az ég, és vele a levegő is, a szelek elültek. Szép napig érkezett. Obán dühös volt Dubra, miért nincs itt? Már is indulhatnának, és talán délutánra hazaérnének. Haza Lettához. Beindította a gépet. Felrobogott a közeli dombra. Szétnézett. Mennyi oxigénje lehet Dubnak? Ha nem vitt magával tartalékpalackot, egy órán belül elő kell kerülnie. Dub nem normális. Eddig ezt nem mondták ki, de a tényekkel szembe kell nézni. Lehet, hogy az agya károsodott a balesetnél. Talán más oka is van, de ezzel mostantól számolni kell. Dub a Trendel fölösleges lakója. Fölösleges, mert nemhogy hasznot nem hajt, ellenkezőleg. Csak kárt csinál. Obán a tájat kémlelte. Milyen szépen megindokoltam azt, amit nem szabad megtennem, gondolta. Nem először fordult elő, hogy Dub halálát kívánta. Megint körülnézett. Ha most elhajtom minden a járművet, Dub soha nem talál rám. A nyomokon futna, de úgysem érhetné utol a terepjárót. Lassan elfogyna az oxigénje, és... kész. Megszabadulnánk sok bajtól. De ez gyilkosság lenne. Lettának azt mondaná, hiába kereste a férfit, nem talált rá, és nem jött vissza az öböl partjára sem. Gyilkosság. De akkor hazudnia kellene.
Azon felül, hogy megölné Davot, Letta szemébe nézve kellene hazudnia. Gyilkosság. Ez is gyilkosság lenne. Talán szörnyűbb, mint a mérnök fulladásos halála. A hazugsággal megölni a szerelmüket. Igazat kell mondania. Lettának mindig igazat, minden körülmények között. Ha csak egyszer hazudik, vége mindennek. Letta ezt megérezni, ismeri már őt annyira. Ha az asszony gyilkosnak gondolja, többé nem marad itt a Trendálon. Rádiózik a központnak, és érte jönnek. Nem tarthatja itt erőszakkal. Minden értelmét vesztené, ha Letta már nem akarna vele élni. Itt, a Trendálon, hisz ők csak itt lehetnek együtt, sehol másutt. Nem bánthatja hát Dabot, nem is hathatja itt. Világuk része lett a mérnök, eltávolíthatatlan része. Várnia kell, keresnie kell, akár egy álló héten át is. De mindenképpen vissza kell jönnie hamarosan, vagy meghal. Ha meghalna. Ha nem bántaná senki, egyszerűen elfogyna az oxigénje, vagy szakadékba zuhanna. Segítséget hívna, de ő, Obán nem találna rá idejében, mindig rossz irányba keresné. Vagy mégis megtalálná? Újra hívta a férfit az éterben. Dab először nem válaszolt. Később a rádió lihegést közvetített, aztán Obán, mintha nagyon távolról hallotta volna a férfi hangját. Engem keresel, Hörbi? Igen, de nem Hörbi vagyok, hanem Obán. Merre jársz? Nem tudom. Az öböl melyik partján vagy? Nem tudom. Ha Letta is hallgatja ezt a beszélgetést, bizonyíték lesz, hogy nem találhatok rá. Ám a sisakrádiók hatósugara nem terjedt olyan messzire. Ezt a beszélgetést csak ők ketten hallották, senki más. Pár perc múlva felbukkant Dab. A déli oldalról jött, a dombok között. Lába bele-bele csúszott a homokba. Obán maga sem tudta, miért fellélegzett. Megkönnyebbülten. Látlak már, Dab. Gyere tovább egyenesen. Itt a terepjáró a dombtetőn. Dab nem válaszolt. Beletelt negyed óra is, mire odaért a járműhöz, hisz közben bámészkodott, kagylókat, köveket vett fel és dobott el megint, a madarak röptét leste. Gyerek volt, de fenyegető, veszélyt hordozó gyerek. Ülj be hátra! Obán két kötelet készített elő. Ne kötözz meg! Kérte a mérnök. A hangjában lágy könyörgés bujkált. Most talán tiszta percei voltak. Obán az arcát nézte. A mérnök most nem kerülte a tekintetét. Obán elbizonytalanodott. Jól van. Indulunk. Még egy pillantást vetett a keleti öbölre. A tengerre, ami majdnem a sírjuk lett. Aztán elindította a terepjárót, és többé nem nézett vissza. 3 hét múlva az esedékes rádiókapcsolat alkalmával a géphang egy szokatlan kérdést is feltett. Obán Dorg, van-e tudomása arról, hogy a naprendszerben vagy annak közelében egy űrhajó járt szerencsétlenül? Obán várta ezt a kérdést. Hónapok óta várta. Uralkodott magán. Igen, az Eura szorványos segélykérő jelei, ha erőtlenül, megfogyatkozva is, átszűrődtek a mágneses viharokon, itt-ott esetleg rögzítették is őket az automata lehallgatók. Tehát a központ már sejt valamit, de sem a baleset okát, sem a helyét nem derítette még fel, a roncsot sem találták meg. Az űrhajósok sorsáról nem tudnak semmit. Ez bizonyítja maga a kérdezősködés ténye és stílusa is. Erről nincs tudomásom. Felelte olyan keményen és elutasítóan, ahogyan csak tudta. A gép megköszönte az információt, és a kapcsolat véget ért. Obán fellélegzett, de homályosan sejtette, a dolognak ezzel nincs vége. A központ nem hagyja annyiban az Eura esetét, ha évekbe telik is, fel fogják deríteni, mi történt a kutatóhajóval. A végén rajta kapnak engem egy hazugságon. No és...
Már nem büntethetnek meg jobban. A lehető legsúlyosabb ítéletet kaptam. Itt vagyok a Trendálon, és itt is maradok. A nyugtalanság nem hagyta el. Ha Lettát elviszik innen. Próbált nem gondolni erre. Letta és Obán most a ház legnagyobb helyiségében aludtak, együtt. Dab végleg kiszorult a félig üres raktár helyiségbe. Kezdetben nem vette észre, mi történt, aztán eljutott a tudatáig a dolog, és morgolódni kezdett. Szerelmes pár a fenébe is. Hol van Hörbi? Az Eura egykori parancsnokának neve hallatán Letta elkomorodott. Obán keze pedig ökölbe szorult. Meg tudnám ölni. Pedig erre alig ha lett volna képes. Még soha sem ölt embert. Csak azt a 18-at. Ha el tudnám felejteni. A tél szinte észrevétlen volt. Nem esett a hó, a ház körül inkább csak hideg szelek zúgtak, ilyenkor ezek is színüket vesztették. A tél leginkább az egyes földrész északi és déli csúcsain dühöngött. Ott Obán flexia ültetvényei is hó alá kerültek. Kiéhezett állatok csordái hagyták nyomaikat a fehér pusztaságon. Az egyenlítő környékén még ilyenkor is aránylag elviselhető volt a hőmérséklet, persze nem volt ez trópus, mint a földön ugyanezen a tájon. De a tél amúgy is a legrövidebb éjszak volt. A tavasz hamar eljött. Ismét színessé váltak a szelek. A sivatagok felől sárgás és barna légtömegek vonultak makacsul, hosszú napokon át egy irányból fújt a szél. Az égbolt, zöldes felhői mögül mind gyakrabban tűnt föl a vörös nap. Obán akkor főleg a ház körül dolgozott. Új szennyvízelvezetőt ásatott, kijavította a leszállóhely megrepett betonlapjait is. Letta néha elnézte az ablakon át, amint a vörös szkafanderes alak naphoztat hajlongott, térdelt, járkált a javító robotok között. Gyakran maga is szerszámot ragadott és dolgozott. Az asszonyban ellentétes érzelmek vívták állandó csatájukat. Obán belépett az életébe, eleinte észrevétlenül, úgy tűnt nem fog nyomot hagyni. Ám lassan átszivárgott lett a fájdalmának erős burkán. Hörbi még mindig nyitottsebb volt, de ami történt, megváltoztathatatlanná tette a múltat. Hörbi a múltba süllyedt, része lett, neve mellé gondolatban oda kell tenni a szót, volt. Most már mindig oda kell tenni. Letta tudta, lezárult egy fejezet. És nem lázadhatott ellene, nem kereshetett orvoslást, de bűnbakot sem. Neki élnie kell, és másképpen, egészen másképpen, mint eddig. Obán megmentette akkor, talán az életét is. Mégsem a hála vezette a férfihoz. Megszerette ezt a hallgatag, válasz határozott férfit. Ráncosodó arca rokon szenvet ébresztett benne. Ugyanakkor nyugtalanította is. Egyedül élt egy egész bolygón. A Trendál ura volt, akkor is, ha mások akaratából messziről került ide. Az ő múltját homályos holtok tarkították. Aztán egy napon lett a teste jelt adott, és az asszony kétségei megszaporodtak. Dab meghúzta magát, mintha érezte volna, hogy bajt csinált. Voltak napok, amikor észre sem vették, elüldögélt egyedül, legtöbbször az egyik völgyre nyíló ablak előtt. A házat ritkán hagyta el. Obán néha türelmetlenül kerülgette a férfit, sajnálta, hogy nem látja hasznát. Mennyi dolgát rábízhatta volna? A helyzetet megváltoztatandó, bonyolult terveket agyalt ki. Többek között az is megfordult Obán fejében, hogy feladja Dabot a központnak. Közli rádión, hogy itt szállt le a mentőhajó, és a mérnök az egyetlen túlélője a vészleszállásnak. Amíg a központból jövő bizottság itt tartózkodik, valahová eldugja Lettát, letagadja itt létét. De hát, ez megint csak hazugság lenne. És Letta tudtával nem hazudhat, még az asszonyért sem. Ezt már nagyon jól tudta. Dab szavára a bizottság nem sokat adna, de ha a mérnök állítaná, hogy itt van valahol az űrhajós nő is, talán figyelmesebben körülnéznének, és Obánnak mindenképpen a szemükbe kellene hazudnia. Könnyű azt gondolni, hogy neki már mindent szabad, őt úgy is elítélték.
Letta érkezésével, a szerelmükkel hirtelen minden új értelmet nyert. A Trendál nem volt már a végső hely, a lemondás bolygója, az utolsó életszakasz. Ezer lehetőség nyílott, és Obán nagynak és erősnek érezte magát. Ha este az ágyban magához vonta az asszonyt, érezte melegét, ragaszkodását. Szeretlek, mondta. De a szóban több volt annál, amit valahol, iszonyúan messze, a földön, ezer évek óta gondoltak az emberek. Letta a Trendálon egy új világkapuja volt. Hiába való, és elveszett évtizedek kései megkoronázása, új remények ígérete. Letta lett az értelme annak, hogy ő itt volt a Trendálon. Már jabában kitavaszodott, amikor egy reggel Obán az északi szigetekre indult. A három kis sziget a hármas földrész északi partjainál helyezkedett el, aránylag közel a sarkvidékhez. Itt még nyáron is hűvös volt, a hótakaró csak pár hétre olvadt el. Obán nem akarta elhinni, hogy a hó alatt nem marad meg a flexia. Az elmúlt években kétszer is járt arrafelé, a levegőből elszórt néhány tartálynyi magot, de mindeddig a sokat tűrő szupernövény is elveszítette a csatát. A szigeteken, és egyáltalán azokon a magas északi területeken egyetlen cserje sem nőtt ki. A férfi nem tudta pontosan miért. Csak a hideg és a majdnem örök hó miatt? Vagy volt ennek valami más oka is? Amikor reggel elbúcsúzott Lettától, egy pillanatra úgy érezte, az asszony mondani akar valamit. De csak megölelte Obánt, és a repülő felemelkedett. A szigeteken még hó volt. A tenger fölött szelek dühöngtek, többször megdobták a gépet is, de Obán erős kézzel markolta a kormányt. Szeretett maga vezetni, a robotpilótára csak végső esetben bízta a gépet. Először délfelől jövet végigrepült mind három sziget fölött, aztán balra kanyarodva a hármas kontinens mélyen a tengerben nyúló szirtje fölött visszarepült a legdélebbi és egyben legkisebb sziget fölé. Gondosan keresett leszállóhelyet az alig 2 kilométer hosszú földarabon. A hóban furcsa nyomokat pillantott meg. Mintha egy földi elefánt járt volna körbe-körbe, két arasznyi átmérőjű kerek, jól bemélyedő nyomokat hagyott maga mögött. Több állat is lehetett, gyanította a férfi csodálkozva. A Trendálon még sohasem látott ilyen nagy testű lényeket. Magához vette a lézerfegyvert, és elindult. Egy óra múlva bejárta majdnem az egész szigetet. Szkafanderes csizmája alatt ropogott a hó. Az űrruha külső, akusztikus érzékelőin át egyszer csak prüszkölést hallott. Fentről látott le a nagy part egy rejtett öblére. A keskeny, jeges sávon fura lények mozdultak. 4-5 méter hosszúak és feketék voltak, rövid, vaskos lábakon mozogtak, orruk felé elkeskenyedő fejet emeltek szimatolva. Bőrük sima volt, víztől csillogó, pedig alig ha élhettek a vízben. De nem vetették meg a halakat sem, erre valott a környéken a sok elszórt csont. Biztosan jól tudtak úszni is. Ekkor az egyik állat felemelte a fejét, és észrevette az embert. Kicsiny fekete szeme összeszűkült. Röffenő hangot adott ki. Ormányhoz hasonló keskeny órát feltartotta. Akkor a többiek is felvetették fejüket. Nem tudni, ösztönük parancsolta-e, vagy a horda vezére adott utasítást, a csoport futva indult el fel a domboldalon, egyenesen Obán felé. Dübörgött a sok láb a havas fagyott talajon. Obán eleinte nem vette komolyan a dolgot, de egy perc sem telt bele, az állatok felértek a dombra és feléje rohantak. Most már alig ha kételkedhetett támadó szándékukban. Bár fegyvert rántott, mégis sarkon fordult és rohanni kezdett maga is. Nem akart szembeszállni velük, nem akart gyilkolni. Különben is. Túl sokan voltak. Félúton a repülő felé eszébe jutott, ha az ismeretlen állatok a géphez érnek, azt is megrongálhatják. Mégis inkább megtorpant, lihegve nézett szembe ellenfeleivel. A látvány megdöbbentette. Ősi volt és veszélyt idéző. A vízben és parton egyaránt élő állatok a szárazon is elég jól mozogtak.
A hatalmas fekete testek gyorsan közeledtek a férfihoz. Obán kis gondolkodás után ismét futásnak eredt, de most másfelé csalta üldözőit. Remélte, kifáradnak, mielőtt utolérnék. Pokoli látvány volt. Fekete pofák, düllett szemek, széles ajkak közül kiálló arasznyi, sárgás tépőfogak. Düh és vérszomi. Obán felszaladt egy dombra. Az állatok széles mezőnyben futva követték, lehettek vagy 20 is. Az öböl felől újabb példányok bukkantak föl. A vaskos lábak dobogása betöltötte a levegőt. A férfi megértette, nem menekülhet. Valamilyen trendáli ősi ösztön készteti harcra ezeket a szemlátomás dühött lényeket. Lehet, hogy szkafandere piros színe ingerelte fel őket, de azt sem zárhatta ki, hogy ruhája szaga, esetleg puszta megjelenése váltott ki ilyen reakciót. Az állatok már lassabban közeledtek. Obán felemelte pisztolyát, célzott. Könnyen lelőhette volna azt a példányt, amelyik legelő szaladt, akkor talán a többiek is megtorpannának? Vagy nem? Alig ha várhat el tőlük értelmes, logikus cselekvést. Valószínűbb, hogy mindegyiket le kellene lőnie. Futott hát tovább, már vörös és fekete pontok táncoltak a szem előtt, tüdeje majd kiszakadt a helyéből, egy mozdulattal csökkentette űrruhája fűtését. Hátra nézett. Az állatok kissé lemaradtak. Akkor Obán ismét a repülő felé kanyarodott. Amazok nem adták fel. Próbáltak elébe vágni. 500 méter. Már látta a zöldes-fehér gépet, ott állt a szélben, őt várta. Még 300 méter. Még 200. A ravasz állatok oldalról is közeledtek. Csúcsos fejüket feltartva, vaskos lábaikon himbálozva szaladtak a férfi után. Obán már tudta, itt az életéért fut. Ha utolérik, a lézerpisztoly sem segíthet. Földre kerül, vége van. A sok mászás testek eltapossák, egy súlyok ellen az űrruha sem védheti meg. Futott hát, már tántorogva, levegőért kapkodva. Feltépte a repülő ajtaját, de nem volt ereje fellendülni a kis létrára. Ezzel pár másodperc előnyt vesztett. A dübörgés már egész közelről hallatszott, amikor végre bezuhant a járműbe. A vezérlőpult elé rogyott. Mielőtt felemelkedett, két lökés is érte a gépet. A kemény műanyag szerencsére könnyedén viselte el a csapásokat. Aztán a repülő a magasba szökkent. Obán még látta a vakító havon csoportba verődött harcias állatokat, mind felfelé tartott ormánnyal nézett utána. Egy perccel később a horda fekete ponttá törpült a távolban. Ha Obán tudta volna, mi vár rá a másik szigeten, biztosan nem száll le. Déltájban érkezett a legészakabbra elterülő nagy szigetre. Előbb evett valamit a gépben, csak utána indult felderítő útra. A széltől letisztított kopár fensíkon a tavaly ültetett flexia cseréket kereste. De egy órás kutatás után belátta, itt bizony nem találhat egyetlen növényt sem, mert a magok nem is kerültek a talajba. Előbbi tapasztalataiból okulva nem távolodott el túlságosan a géptől. Úgy döntött, még a közeli völgyben is utána néz a dolognak, aztán hazarepül. Térdig érő hóban állt, lehajolt. Ez a talaj a vetés idején olyan kemény lehetett, mint a kő. A ledobott magvak javarésze tönkrement. Egy pillanatra homályos, ösztönös riadalom ébredt benne, de a figyelmeztetés nem volt egyértelmű, a veszélyt igazán nem sejtette, nem várta. Mégis felegyenesedett, hogy körülnézzen. Akkor kapta hátára az első ütést. Előre bukott. A meglepetés lebénította. Még elképzelni sem tudta, mi történt. Aztán felpattant, megfordult, ám valami fekete takarta el a világot. Hangosan koppant az űrsisak. Újabb ütés érte a férfi testét. Tántorogva emelte karját feje elé. Mozdulata ösztönös volt, de felesleges. A sisak megvédte. A szkafander külső akusztikus érzékelői a harmadik ütés előtt és után suhogó hangot közvetítettek. Obán megvetette lábát a hóban, már kezében volt a fegyver. Megpördült. A csapás ezúttal a fejét érte. Megint feketeség borította el a tájat,
A másodperc töredékére felvillant egy sötét szem, suhanást hallott, de már megállt a lábán. A bal karját is ütés érte. Oldalt ugrott. Valami elsüvített mellette. Madarak voltak. Méteres testük kiterjesztett, hatalmas szárnyakon vitorlázott. A férfinak úgy tetszett, ellepték az egész szigetegét. Olyan volt, mint egy hihetetlen lidérces álom. Régebben Obán látott már ilyen madarakat, igaz, a délebre élő példányok valamivel kisebbek voltak. Mi történhetett velük? A madarak eddig sohasem támadták meg, de most vadul csapdostak rá, feléje szaladtak, zuhanó repülésben buktak a szkafanderes alakra. Obán lassan hátrált a repülő felé. Egészen másként menekült, mint délben a másik szigeten. Észrevette, hogy a madarak soványak. Inas testük szinte eltörpül a jókora szárnyak között. Egy-egy nagyobb repülés után kimerülten huppannak le a földre. Sejtette hát, mi történt. A hosszantartó tél legyengítette őket. A havas tájon kevés élelmet találtak. Éheztek. Talán már hetek óta, és most a szigeten felbukkanó, hozzájuk nem hasonló élőlényben táplálékot reméltek. Obán nem félt, amíg az egyik madár le nem csapta a sisak antennáját. Ez veszélyt jelentett. Megszűnt rádió összeköttetése a repülővel, és így a gép nagy teljesítményű adóján állt a házzal is. Ha most valami baja esik, nem számíthat segítségre. Karjába fájdalom nyilalt. Egyszerre két madár csapott rá, csőrükkel próbálták feltépni az űrruhát. Ez nem sikerülhetett, de Obán kis híján a földre került. Most már nem habozott. Célzás nélkül eresztette ki hosszú, megszakítatlan sugarat, körbefordult vele. Agyát elöntötte a düh. A tűvékony, ibolya színű sugár könyörtelenül lecsapott. Négy madár megingott, összekapott szárnyal, kőként zuhant a talajra. A többiek még támadták a férfit. Obán egyetlen perc alatt leterített közülük vagy tizet. A támadások akkor megritkultak. A madarak el-elhúztak magasan a férfi fölött. Szánysuhogásuk betöltötte a vidéket. Obán futva indult a repülőhöz. Csend lett körülötte. Egyszer visszanézett, és megértette, miért nem üldözik. A madarak elpusztult társaikra vetették magukat. Éles csőrök marcangolták a még meleg testeket. Vér fröccsent a hóra. Obánnak felfordult a gyomra, szaporá lélegezve ült be a repülőbe. Lezárta az ajtót, sietve emelte fel a gépet. Magasról nézett le a hómezőben kavargó fekete tömegre, és elhatározta, hogy télen soha többé nem jön erre a területre. Amikor leszállt a ház mellett, Lettát pillantotta meg. Az asszony lassú léptekkel jött át a völgyön. Obán kikapcsolta a hajtóművet. Az alkonyi nap vöröses fénye átvilágított a repülőn, és lett a sisakján. Obán kiszállt, eléje ment. Félúton találkoztak. Két ember egy idegen bolygón. Csak nézték egymást. A férfiban felcsaptak az érzelmek. De mielőtt szólhatott volna, Letta ajkai szétnyíltak. Obán, gyerekünk lesz. Este sétálni mentek. Érezték, Dáb közelsége miatt kell menekülniük, elmenni valahová, ahol maguk lehetnek. Saját hullámhosszukra állították sisak rádiójukat. Az éjszaka hatalmas léptekkel közeledett, az árnyak lassan elborítottak mindent. A Trendel holdja zöldes állatszemként leselkedett a hegyek résén. Hárman leszünk? Kérdezte a férfi. Űrruhásan is egymás kezét fogták. Hallották a szelet, lassan szállt cserjétől cserjéig. Mi hárman? És Dab. Lett a hangjából keserűség csendült. Most talán ő sem védte volna a mérnököt, ha vitára kerül a sor. Dáb már nem egykori űrhajós társa volt. Az Eura nevével jelzett múlt, Hörbivel és Aránnal együtt végérvényesen a múltba süllyedt. Meg kell tőle szabadulnunk, gondolta Obán, de egészen mást kérdezett. Itt maradsz? Velem. Itt maradok.
amíg jó leszel hozzám. És amíg te jó leszel hozzám, mondta a férfi. Melegség áradt szét mellében, de előbb... Tudom, el kell mondanom valamit. Obán torkában erősödött a szorítás. Nem a félelem. Hát mégis emlékeznie kell. Igen, legalább ennyit. Emlékezni. Letta várt. A férfi hálás volt neki a türelméért. De nem volt könnyű dolga. Lelkében a múltat páncélréteg védte, Letta kérése nélkül erre sohasem vállalkozott volna. Sóhajtott. Letta. Igen, ő érte mindent. Ezt is. Hiszen ma hirtelen minden még több értelmet nyert. Az élete semmi volt, halála csak neki jelentett volna valamit. De mától másképpen lesz. Az a gyermek. Milyen erős már is, pedig még nincs is a világon. A férfi halkan kezdett beszélni, közben a holdat nézte. A víztározó óriási volt. Valahogy mindig imponált nekem a nagysága. Ha gyalog indultam volna el a gáton, egész nap mehettem volna körbe-körbe a víztükör körül. Olyan volt, mint egy nagyon nagy és igazi tükör. Az ég tükre. A legjobban azt szerettem, ha a délkeleti oldalon a síkság felől megálltam, és onnan nyugatra, a hegyekre néztem. A vízben is láttam őket, néha elmosódottan vibrálva, ha a szél futott át a felszínen. A felhők olykor vakító fehérek voltak. Behunytam a szememet. Egy nyár végi éjszakán történhetett. Bizonytalan vagyok. Máig sem tudom, hogyan is volt. Az egyik őrtársam szabadságra ment, és elvállaltam az ő szolgálatát is. 24 helyett 48 órát kellett ott töltenem. Örültem neki. Nem volt senkim, nem siettem haza. Haza. Úgy igazán soha sehol nem voltam otthon. A szabad időmben legszívesebben videószínházakba jártam, meg gömbozikba. Vagy otthon néztem a Világ TV műsorát. Nem mindig éreztem jól magamat az emberek között. Tudod, 12 éves koromig mindössze 6 embert ismertem, többet nem láttam. Ez nem a földön volt. Később sem hiányzott a nagy társaság. Ebből a szempontból ideális száműzött vagyok. Két bolygón éltem eddig úgy, hogy azt hittem, életem végéig ott maradok majd. Mégis elkerültem mindkettőről egy harmadikra. Lehet, hogy számomra a Trendál az utolsó lakóhely. Szóval egy nyárvégi éjszakán történt. Az első 24 óránban. Azt hiszem, elaludtam. Ezt nem lett volna szabad megtennem, de a következő 24 órára gondoltam, és úgy véltem, nekem most jár egy kis pihenő. Nem az őrök szobájában dőltem le, ott nem is volt ágy, hanem künn a gáton, a keleti oldalon. Egy pokrócot terítettem a hűvös betonra. Gyerekkoromban hozzászoktam a rideg körülményekhez. Félálomban felriadtam valamilyen zajra, mintha egy repülő húzott volna el a tározó fölött. Nagyon halk zúgást hallottam. Először azt hittem, képzelődöm. Körülnéztem, de nem láttam semmit. Márpedig a gépek kivilágítatlanul nem repülnek, igaz? Aztán megint elaludtam. Talán 2 órát összesen. Utána felkeltem, tovább indultam. Bejártam az északi és nyugati oldalt is. Fenn a hegyekben melegebb déli szél lehetett, mert a hó olvadni kezdett. Két patak is megduzzadt, és a zsilipkamráikból majdnem kicsapott a víz. Színültig teltek, be kellett engednem a vizet a tározóba. A mindig nálam lévő kis analizátorral kielemeztem a tartalmukat, semmi veszélyeset nem tapasztaltam. A hegyi patakok különben is eléggé tiszták még errefelé. A központi számítógépnek utasítást adtam, húzza fel a zsilipeket. Aztán megvirrant. Felkelt a nap. A környező területeken megindult a munka, és ezzel együtt a vízfogyasztás is erősen növekedett. A számítógép jelezte, hogy a fogyasztás percről percre emelkedik, reggel már 8000 köbméter volt óránként. Azért emlékszem ilyen pontosan, mert az volt az utolsó napom a tározónál.
A napfelkelte után elindultam az első ellenőrző körútra, az elektromos kocsi vitt körbe a gáton. A vészjelzés 9 óra előtt érkezett. A zsilipek vezérlése azonnal lezárta a tározó összes be és kifelé irányuló zsilipét. Mire a főépülethez értem, villogott a felirat, külső bejelentésre vészintézkedés történt. És repülők pukkantak fel a legközelebbi város felől, szinte ellepték a kis leszállóhelyet, még a gátra is jutott belőlük. Éppen tiltakozni akartam, hiszen oda nem szabad leszállniok, de az első gépből egy egyenruhás férfi ugrott ki. Amikor megpillantottam, nem féltem, hiszen nem követtem el semmit. A szolgálattisztje volt. Tudod, a földi rendőrséget hívják így egy ideje. Ön a tározó őre? Kérdezte. Igen. A neve? Obandorg. Obandorg. A világkormány nevében letartóztatom. Mire megkérdeztem volna, mi is történt tulajdonképpen, szakértők lepték el a főépületet, még láttam, hogy elemző robotokat visznek a helyiségekbe, a medence különböző pontjaiból pedig vízmintákat vesznek. És levittek a közeli városba, a börtönbe. Mit meséljek még az első napról, Letta? Minden összefolyt az agyamban. Fáradt és rémült voltam, ugyanakkor görcsösen ismételgettem magamba, semmit sem követtem el, tehát nem esett bajom. Este aztán közölték velem a történteket. Kora reggel a tározóhoz legközelebb eső városkában összesen 18 hirtelen haláleset történt. Az orvosok javaslatára a várost azonnal elzárták a külvilágtól, mert először járványra gyanakodtak. Ezért többek között rögtön elemezték az ivóvizet is. Percekkel később lezárták a tározót, és már is elrepültek oda, mert hogy a vízben mérget találtak. A vádirat szerint ismeretlen módon nagy koncentrátumban lenicitet tartalmazó anyag jutott a tározó vizébe, ami szinte azonnal kijutott a völgy felé vezető vízvezetéki csövekbe, és így a városba. Mire elvégezték az összes elemzést, a lenicit maradéka jelentősen szétterjedt, és csaknem az egész tározóban kimutatható volt, különösen a 8-20 méter közötti mélységekben. Az automata vízmintavevő szerkezetek méréseit búvárok is megismételték, az eredmény ugyanaz volt. A mérgezett víz már a csövekben volt, eljutott tulajdonképpen az összes városba, de szerencsére időben lezárták a vizet mindenütt. A 18 halottról napokig írtak a teleújságok, szinte csak ez volt a téma a világtévében is. Engem még nem vádoltak semmivel. Tudod, szigorúak a törvények, senkit sem vádolhatnak a tájékoztató szervek és eszközök konkrétan semmivel sem, amíg azt a bíróság rá nem bizonyítja. Azt sem hallgatták el, hány milliárdos kár keletkezett, hiszen 16 városba és számtalan kisebb települése az ivóvizet a lezárás pillanatától kezdve más úton módon kellett szállítani, heteken át. Közben a mérgezett vizet sok köbkilométernyi mennyiségről volt szó, különleges medencékbe kellett vezetni, ott elvégezni a méregtelenítést, aztán a tiszta vizet tárolni valahol, ami kiürül az egész tározó, azt is kitisztítani. Ehhez hatalmas gépekre volt szükség, amik az üres medencébe nem juthattak be másképpen, csak léghajóról leereszkedve. A kárt már nem is számítgatta senki. A dél-amerikai regionális kormányzat félévi pénzügyi költségvetését is felborította az esemény. Az ügy nagy érdeklődést keltett. A védőm ezeket újabban jogi tanácsadónak nevezik a földön, nem sok jóval bíztatott. Beszéltem neki a kétségeimről. A rejtélyes repülőről, amit látni, vagyis inkább hallani véltem. Hosszas nyomozást folytatott, de megállapította, hogy az általam megadott időpontban semmiféle gép sem repült a tározó fölött, még a közelben sem. A bíróság nem adott hitelt a szavaimnak. A vád arra épült, hogy kora reggel beengedtem a zsiliben a két hegyi patak vizét, de előzőleg nem utasítottam a vezérlést a víz elemzésére. A központi számítógép ugyanis mindent feljegyez, és egy hónapra visszamenőleg tárolja az összes eseményt,
ami a tározó bármelyik pontján a vezérlés részvételével történik. Míg a levegő és a víz hőmérsékletét a szélirányt is feljegyzi óránként. Valóban nem utasítottam a központi vezérlést az elemzések elvégzésére, mert azt a mindig nálam lévő kézi analizátorral végeztem el. Ez igen egyszerű művelet, elég a vízbe meríteni a készülék érzékelőjét. Ezt a társaim és én is gyakran megtettük, mert a készülékek megbízhatóak voltak, és addig soha nem volt velük probléma. De a dolog most ellenem fordult. Mivel a központi vezérlésben ez a mérési adat, sőt, ennek a mérésnek a ténye sem szerepelt, nem tudtam bizonyítani, hogy a méreg nem a két patak egyikének vizével érkezett a tározóba. A vád ezt a feltételezést igyekezett valószínűsíteni, és gondatlanságból elkövetett 18-szoros emberöléssel terhelt. A bíróság nem talált enyhítő körülményeket. Óriási volt a társadalmi nyomás. 3 millió ember nap mint nap csak adagolva kapta a vizet, mosakodása is alig tellett nekik. Több gyermekintézményt el is költöztettek vidékre. Óriási kavarodást támadt az iparban, amely nem kapott vizet. Sok gyárat ideiglenesen bezártak, az emberek nem dolgozhattak. Nagy zavar támadt az ott élők világában. A bíróság végül bűnösnek talált, és számüzetésre ítélt Letta. Ezért vagyok most itt, és ezért is maradok a Trendálón, amíg élek. A következő hónapokban Obán igyekezett kímélni Lettát. Minden nehezebb munkát a robotokra bízott, vagy maga végzett el. Egyelőre felhagyott a gyakori, távoli utazásokkal. Az elmúlt évben szinte minden elsőrendű talajba vetett már flexiát, a jövőre csak a rosszabb, a magvakat nehezen befogadó talajok maradtak. A négy kontinensnek legalább a fele területén már ott zöldeltek a kis cserjék. Elrepülve felettük, büszkeség lopózott a szívébe. Erdőket ültetek, és gyermeket nemzek. Enyém egy egész bolygó, ahol sok dolog történik az akaratom szerint. Isten vagyok a Trendálon. Aztán lecsitította önmagát. Ehhez elég volt az északi szigetek fekete maradaira gondolnia, vagy arra a balesetre, amikor a tenger és a szerek uralták a sorsát. Itt is törékeny az ember, akár a földön vagy a kozmoszban. Vagy mindenütt. Dab megint csendben volt egy ideig, általában a házban tetvett, videófilmeket nézett, egyszerű játékokkal szórakozott. Néha ismét Marinának hitte Lettát, Herbit kereste, Obant pedig legtöbbször észre sem vette. De lehet, hogy mindez csak komor játék volt részéről. Senki sem láthatott bele, talán még ő maga sem volt tisztába tetteivel. Néha hosszas öltözködési szertartás után kérte, engedjék ki. Nem akarta maga kezelni a zsilip vezérlését, és türelmesen várt, míg Letta vagy Obán kinyitotta neki. Ennek társai is örültek. Nem sejtették, hogy ez nem más, mint a beteg agy logikája, egy régóta felépített terv része. Odakünn a mérnök látszólag céltalanul bolyongott, de öngyilkosságot már nem kísérelt meg. Obán mégis minden távozása alkalmával úgy nézett utána, hogy esetleg utoljára látja. Dub lement a tengerpartra. Obán a gépek segítségével most is rendszeresen tisztította az utat. A mérnök órákig ült a homokdűnéken, a felhők játékát nézte. Beszélt is magában, ha éppen akarták, társai is végighallgathatták monológiait. Néha úgy érezték, bepillanthatnak a férfi zavaros világába, e szomorú monológok sorában Dub egyszerre idézte fel gyermekkorát és annak színtereit, az ausztráliai síkságot, az ottani tengerpartot, aztán az űrt, előző expedícióit, sokat emlegetett egy név nélküli vörös bolygót, aztán az Eura legénysége is szóba került, ezen kívül Dub ugyanakkor egy álomvilágban is élt. Alig ha tudta pontosan, hol is lakik most, és mióta teendője. Álmai gyakran kikapcsolták őt a létező világból. Abban nem vehetett részt, számára nem létezett. Vagy mégis? Dub egy napon Letta és Obán kirándulást terveztek délre, nem hagyta el a házat. Pedig kérdezték, eljön-e velük. Így magára hagyták.
Akkor még nem sejtették, milyen nagy hibát követtek el. A kettes földrész déli partvidékét mély öblök tették változatossá. Az öblökben kevés homokpad, annál több sziklaszirt meredezett. Itt semmi esélye sem lett volna a flexia ültetvényeknek, hát ezzel nem is kísérleteztek. Obán most inkább Letta ötletét szerette volna megvalósítani. Az asszony ugyanis úgy vélte, ideje, hogy foglalkozzanak a Trendel állatvilágával is. Hisz évtizedek múlva feltehetően emberek érkeznek ide. Kezdetben kis csoportok, később egész tömegek. Azoknak már mindent tudniuk kell jövendő élethelyükről. Egész nap rágcsálókat, hüllőket és madarakat fényképeztek, filmeztek. Nem tudták, minek nevezzék őket, hát egyelőre csak számokat adtak nekik. Az emlősök 10-es, a madarak 20-as, a hüllők 30-as, a halak 40-es számmal kezdődő besorolást kaptak. Letta jól érezte magát, a terhesség nem ártott neki. Tulajdonképpen nem is látszott rajta. Még nem. De a medicin robot megerősítette a diagnózist. Méhében új életet hordozott. Beszélgettek. Bűnöző vagyok hát. Mégis szeretsz? Szeretlek, Obán. Ha rajtam múlik, soha el nem hagylak. Én nem hagylak el. Ne ígérj semmit, annyi minden történhet. De Obán, ha bebizonyosodna, hogy ártatlan vagy, itt hagyjuk a Trendelt, és visszamegyünk a földre, ugye? Ha ártatlan vagyok? Igen. Akkor igen. A nap már nyugodni készült, amikor hazaértek. A ház tetején megcsillant a vöröses nap, a zöldes égbolton, a dombtetőn felmeredő kupola valóságos aranypalotának tetszett. A látvány olyan békét sugárzott. Nem is sejtették, mi vár rájuk percekkel később. Letta a gépben Obánhoz simult. Jó volt veled hazafelé menni. Ott vár az otthonunk. A férfi mélyet lélegzett. 65 évig senki sem szólt hozzá így. Már azt hitte, benne van a hiba, őt nem lehet szeretni, elviselni sem, magányosságra termett. A repülő lassan közeledett a leszállóhelyhez. Minden napfényben fürdött, a gép megnyúlt árnyéka feléjük rohant a domboldalon, hogy aztán egyszer csak a betonon a repülő alá simuljon. A ház hallgatott. Obán vitte a videókamerát. A zsiliphez érve az asszony hiába nyomta meg a zöld gombot. A fém ajtók nem húzódtak szét. Mi van ezzel, elromlott? Idegeskedett a férfi. Nyomogatta a gombot, de a szerkezet nem működött. Ők ketten akkor még semmi rosszra nem gondoltak. Letta ajkát harabdálta. Obán tudta, most erősnek kell mutatnia magát, és a valóságban is így kell viselkednie. Semmit sem segít magukon azzal, ha elveszíti a fejét, akár csak egy percre is. Belülről lezárták, jelentette ki, és megint mélyeket lélegzett. Letta visszakapcsolta a sisak rádióját a közös hullámhozra. Dáb! Dáb, nyisd ki az ajtót! Blokádot alkalmazott. Obánban gyűlt a harag, de vigyázott, ne robbanjon. Hisz a mérnök is hallja a szavukat. Dáb! Nyisd ki! Dörögte a férfi. Belülről nem érkezett rádióválasz, és az ajtó is zárva maradt. Letta félni kezdett. Ha Dáb végleg megőrült. Ha soha többé nem engedi be őket a házukba. Elpusztulnak oxigén nélkül. Obán még nem gondolt erre. Csak a harag dolgozott benne. Iszonyúan dühös volt. Lépre mentek az őrült, simulékony modorának, annak, hogy mostanában olyan alázatosan és szelíden viselkedett. Színjáték volt csupán az egész. Ha most a kezébe kaphatná a férfit. Fogát csikorgatta. A sisakon át Lettára nézett. Haragos remegése kissé csitult. Gyere! Hová? A repülőhöz. Amikor visszaszálltak a gépbe, a férfi ujjaival mutatta egyezményes jelüket, kapcsolját. Végre ismét zavartalanul szót válthattak. Most is azt mondod, hogy nem szabad Dabot elzárni? Ez egy közveszélyes őrült. Hagyjuk ezt most. Mit tegyünk? Az asszony is ideges volt. A férfi messzelátót vett elő.
A ház ablakait kémlelte, de csalódottan eresztette le a műszert. Semmit sem látok. Leengedte a fényvédő réteget. Alig, ha nem elbújt. Kis töprengés után leült a gép elektronikus agya mellé. Mit csinálsz? Kérdezte Letta. A rádió útján kapcsolatba lépek a ház vezérlésével. Gondolod, hogy... Meglátjuk. Pár perc telt el idegölő feszültségben. Amikor létrejött a kapcsolat, Obán először arra utasította a két gépezetet, hogy hangjelzések nélkül működjenek, a kérdések és válaszok képernyős kiírására utasította őket. Letta kissé megkönnyebbült. Azt hitte, most már minden rendben lesz. Ám Obán feszült arcán látta, ettől még messze vannak. A ráncok most még inkább bemélyedtek a homlokába. A kapcsolat megvan, de ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy utasításokat adhatok a ház vezérlésének. Minden attól függ, Dáb milyen mélyre nyúlt, mekkora blokkádot alakított ki az elektronikus agyban. A teljes agyban? Dehogy. Hogy egy ilyen rendszert kidolgozzon és betápláljon, ahhoz egy hét is kevés lenne. Azt hiszem, a legfontosabb intézkedési irányokba mehetett el, ott sem túl messzire. Ott alkalmazott blokkádot, ahol a vezérlés a ház egyes részeinek működését irányíthatja. Például a zsilipnél. Ez a legnagyobb baj, lezárta az ajtót. Kérdés, milyen parancsot adhatott a vezérlésnek? Ez a lezárlás ideiglenes jellegű vagy állandó? Szabott-e valamilyen határidőt? Obán a billentyűket nyomogatta, aztán ajkát harabdálva várta a kis képernyőre kiíró választ. A zárás ideiglenes tartalma 30 nap. 30 nap? Lett a száj elé kapta a kezét, tekintete rémülten szegeződött az ablakon át a házra. Addig elfogy az oxigénünk. A legnagyobb takarékossággal is csak 2 hétig bírnánk ki. Obán töprengett, aztán lekopogta a következő kérdést. A zárást elrendelő ember mivel indokolta döntését? A válasz azonnal felragyogott zöld betűkkel. A zárást elrendelő ember a döntést nem indokolta. Persze. A gépnek nem kellett magyarázkodnia, fújt dühösen a férfi. Lettára nézett. Ő ruhában nem látszik, de a hasa már gömbölyödik. Nem csak róluk van tehát szó. A gyermek. A gyermekük is Dáb bomlott agyának áldozata lesz. Mit csinál most? Kérdezte az asszony. Obán egy percig rábámult, aztán megértette, ez a kérdést a géphez továbbította. Az ember mozdulatlanul fekszik, jött a válasz. Életjelenségei vannak? Kérdezte a géptől röviden. Az ember alszik. Erre utalnak a következő jelek. És a gép felsorolta a következtetése indokait. Ez most a legkevésbé sem érdekelte a két embert. Letta az ujjait tördelte. Obán gyerekes mozdulattal tárta szét a kezeit. Az asszony elnézte a férfit. Miért szereti ezt a néha kissé nehézkes, máskor gyors gondolkodású, szögletes arcú férfit? Hiszen nem azért, mert ő a bolygón az egyetlen férfi, az egyetlen ember. Ha Obán nincs, már nem élnének. Sem Dáb, sem ő Letta. De hát nem a hála vezette őt Obán karjaiba. Végül is te vagy a házgazdája. A központ neked adta a vezérléssel együtt, téged vezetett be oda, mint tulajdonos. Ez semmit sem jelent? Kérdezte az asszony. Obán újabb kérdést tett fel a gépnek, közben válaszolt. A vezérlést úgy konstruálták, hogy a belül lévő ember utasításait kövesse elsősorban. Ne feledd, a ház egyetlen ember lakóhelye, annak szánták, és a vezérlést sem figyelmeztettük soha, hogy most többen vagyunk. A gépek nem töprengenek azon, ki a bent lévő ember, és mire jogosították fel. Nem is különböztetik meg Dábot tőled vagy tőlem. Obán folytatta a kérdezősködést. Milyen egyéb intézkedéseket tett a bent lévő ember? Kikapcsolta a hallható külső elektromágneses összeköttetéseket. Vagyis hiába is rádióznánk neki.
Sem a sisakrádiók, sem a repülő rádiójának jeleit nem veszi a benti gépezet. Fordította le Oban a választ. Letta még mindig a házat nézte, akárha tekintetével próbálna áthatolni a falon. És Dab agyán. Mi történhetett? A mérnök hetek óta forgathatta a fejében ezt a lépést, de ők ketten semmit sem vettek észre. Talán túlságosan is el voltak foglalva egymással. Hiszen ez természetes. No, persze természetes. Az ő számukra. De Deb most olyan, mint egy gyerek, aki féltékeny a felnőttek egymás iránti érzelmeire. Mindenre, ami nem vonatkozik rá. Egyszerűen úgy döntött, kikapcsolja életéből ezt a két embert. Van-e fogalma arról, hogy gyilkosságra vállalkozott? Vagy ez sem hatol beléje? Többet kellett volna foglalkozniuk vele. Majd ezután. Ha egyáltalán túlélik Deb újabb akcióját. Múltak az órák. Obán gondolkozott. Néha kérdezett valamit a géptől. Hamar meggyőződhetett arról, hogy ő, hiába a házgazdája, sőt parancsnoka, ebben a különleges helyzetben semmit sem tehet. A konstruktőrök hogyan is gondolhattak volna arra, hogy a házban egyszer többen fognak élni, és ezek közül az egyik fellázad a többiek ellen. A vezérlés csak annak engedelmeskedik, aki a házban tartózkodik. Ha annak utasításai ütköznek a kívül lévő lények érdekeivel, akkor az utóbbiak létét a vezérlés egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Mintha nem is élnének ugyanazon a bolygón. Már régen beállt a trendáli éjszaka, amikor Obán végigpróbálva minden lehetséges variációt, egyszer csak a homlokára csapott. Megvan! A vészjelzés! Miféle vészjelzés? A vezérlésből Dáb kikapcsolta a külső rádióforrások vételét, de csak azokat, amelyek hangútján érkeznek be. Biztosan hallotta a mi beszélgetésünket, amikor délután a házhoz közeledtünk. Úgy látszik, idegesítette a hangunk. De a külső vészjelzéseket a VHF hullámhosszokon a vezérlés minden körülmények között veszi, ezt senki sem kapcsolhatja ki, nem is rendelhet el blokádot. És? A jelzés fajtájától függ a reakció. Obán ismét a homlokát ráncolta. Kérdezett valamit a géptől, aztán hirtelen felpattant. Azt hiszem megvan. Ez talán beválik. Mert ha nem, hát semmi sem segít rajtunk. A férfi azonnal megtelt energiával. A mozgása, az arc kifejezése is megváltozott. Ellenőrizte űrruhája oxigénkészletét, és ellentmondás nem tűrően szólt. Én kiszállok. Te repülj el. Bárhová. De ne messzire. 1 kilométerre elég lesz, mondjuk. Szállj le a tengerparton, és adj vészjelzést. Add le a QHT kódot. Várj. Beütöm előre, és te csak elindítod a jelzéssorozat folyamatos sugárzását. Mi az a QHT kód? Műszaki segítséget kérsz. Járműved lezuhant, és te benne rekedtél. Nem tudsz kijönni, életveszélyben vagy. Fémvágó robotokat kérsz, hogy azok kimentsenek a roncsok közül. A vezérlés beépített szelektáló rendszere, bármilyen blokádot is rendelt el Dab, ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. A finomabb, drágább robotokat nem a külső raktárban, hanem a házban tartom, ahol a trendáli légkörpára tartalma nem tehet bennük kárt. Ez most a szerencség. Remélem. Tehát javító robotokat kérek a vezérléstől? Pontosan, mert hogy életveszélyben vagy. A repülőhöz a ház vezérlése különleges önjáró, fémvágó és javító robotokat küld. Ezek infravörös letapogatás lévén éjszaka is oda találnak a repülőhöz. A céltárgy különben folyamatos irányjelzést ad nekik. Ne is mondd tovább, mindent értek. Vigyázz magadra! A férfi kinyitotta a gép ajtaját. Sisakjaikon át egymásra néztek. Te is vigyázz, Obán! Obán a ház falához lapult. A hold vastag, felhők mögött járt, teljes volt a sötétség. A férfi bekapcsolta infravörös látókészülékét. Nem volt ez egyéb, mint a sisakon a szem elé húzott vékony lemez.
Így jól látta a környéket. A házat, a távolabb álló kollektorokat, a víztartályt, a külső raktárakat. Számításai szerint a repülő most szállhatott le a tengerparton. Az éterben csönd volt. Úgy beszélték meg Lettával, hogy most saját külön hullámhosszukon sem fognak rádiózni. A férfiban a feszültség nem hagyott alább. Dab, miért is van itt? Miért nem veszed oda az űrben? Csak azért létezik, hogy az ő sorsukat nehezítse, hogy nyugalmukat, türelmüket és szerelmüket újra és újra próbára tegye. És ha a végén mégis Dab győz, Letta, a magzata, és ő, Obán, elpusztulnak. Nem. Nem győzhet le értelem nélküli tudat az értelmes tudattal szemben, biztatta önmagát. De kétségei nem múltak el. A feladatra koncentrált. Ha a vezérlés helyesen érzékeli a beérkező segélykérő jelek fontosságát, ki kell küldeni a robotokat, Dab záró blokádja ellenére is. A robotok csak ezen a zsilipen jöhetnek ki. Múltak a percek. A férfi idegeskedett. Mi történt? Ha Lettának valóban baj esett az éjszakai leszállásnál, de mindenképpen ki kellett szállnia, a ház vezérlése a repülő állóhelyzetben lévő adóját méri be, úgy tájékozódik a szerencsétlenség helyszíne felől, mielőtt beprogramozza a robotokat. Állítólag még topográfiai leírást is diktál neki, közli a megközelítés optimális útvonalát a terepadottságok figyelembevételével. Csak jönnének már. Hátát a falnak feszítette. A térde remegett. És a gyomra is. Ha nem sikerül, végük van. De akkor megnyílott a zsilipkamra ajtaja. Obán már ugrott is. Majdnem összeütközött az egyik robottal. A szerkezet szögletes volt, és lánclapakon haladt. Obán félreállt. Két gép ment el mellette halkzúgással, az egyik a fémvágó volt. A férfi már is a kamrába lépett. A külső ajtó becsukódott. Most minden attól függött, miképpen reagál a vezérlés a zsilipkamrából érkező emberi utasításra. A vezérlés úgy tudja, hogy a kamra üres, nincs ott sem ember, sem gép. És mégis jelzést kap, töltse fel belélegezhető földi levegővel a kamrát, majd ha a nyomáskülönbség kiegyenlítődik, nyissa ki a belső ajtót. Fél lábbal már bent vagyok. Bent vagyok, dübörgött a férfi agyában a gondolat. De még nem volt biztos a dolgában. Lehet, hogy Dab nagyon ravasz és előrelátó volt, akkor pedig előzőleg arra is utasította a vezérlést, ha rendkívüli vagy érthetetlen dolog történik, a gépezet adjon neki jelt, mielőtt bármilyen döntést hozna. De ha így volna, már lett a vészjelzéseit véve is felébresztette volna őt a vezérlés. Obán minden esetre kezébe vette lézerpisztolyát. Árnyék volt a fénytelen sötét kamrában, az egyik falnál állt. Egész testében remegett. Most nem gondolt Rendelre. Lettát és gyermekét érezte tudatában és önnön ösztöneit. Harcolni fog, bármi is történik. Harcolna bármilyen idegen erővel, mert élnie kell. Élnie kell. A zsilipkamra belső ajtaja nem nyílott ki. Obán mélyet lélegzett. Szkafanderében is fázott az idegei. Most mégis meg kell nyugodnia. Minden áron. Az űrruha karjába épített levegőanalizátor apró jelzőlámpája piros fénnyel égett. Nem belélegezhető. Várt egy percig, de mivel semmi változás nem történt, ismét megnyomta a zsilip vezérlőjén a fehér gombot. A légüres térben nem hallhatta, elindult-e a szivattyú. Nem indult el. A fali jelzőfény nem változott. Trendáli levegő volt a zsilipben, a belső ajtó nem nyílott. Döntenie kellett. Letta, hívta rádión az asszonyt. Igen? Hol vagy? Leszálltam a tengerparton, ahogy megbeszéltük. Repülj vissza a házhoz. Közöld a vezérléssel, hogy a hibát megjavítottad, a gép ismét repülésre képes, a vészhelyzet megszűnt. A robotokra nincs szükség. Értem,
A zsilibben vagy? Igen. 25 perccel tel idegölő várakozásban. A szkafanderbe épített elektronikus órán lassan változtak a számok. Obán fejében egymást kergették a gondolatok. Van tartalék oxigénpalackom. A levegőm összesen 16 órára elég. De ha a zsilip semmiképpen sem nyílik meg... Letta? Most szállok le. Kapd el az egyik visszatérő javítórobotot, tegyél rá néhány oxigénpalackot. Rendben van. Aztán megint várakozás. Soha nem hitte volna, hogy ilyen csönd is lehetséges a trendálon. Végre mozdult a külső ajtó. A vezérlés utasítást adott kinyitására. Ez azonnal megtörtént. A robotok begördültek, és egy fürge árny is besúrant a küszöb fölött. Letta? Nem hagylak egyedül. De ha a zsilip nem nyílik meg, akkor együtt halunk meg. Az asszony ezt olyan egyszerűen mondta, olyan magától értetődően. Obán torka elszorult, ám melegség terjedt szét benne. Meghatottságát legyőzve úgy tett, mintha mindez a lehető legtermészetesebb dolog volna. A külső ajtó ismét becsukódott, légmentesen lezárult. A két ember hallgatott. Lelketlen gépek között álltak, létik is talán csak azoktól függött. A percek múltak, és semmi sem történt. A belső ajtó nem nyílott ki. Elsőnek a férfi szólalt meg. Utat kell törnünk magunknak. Hogyan? Az egyik robotot fémvágásra utasítom. Lézervágója van. Ha a belső ajtóba sikerül egy 60 cm átmérőjű kereknyílást vágnia, egyrészt azonnal beáramlik ide a ház oxigénje, másrészt a nyíláson űrruha nélkül átférek, és... Obán nem fejezte be a mondatot. Letta így is értette. A vezérlés nem tűri majd tétlenül, hogy megszűnjék a ház levegő integritása, és a zsilip használhatatlanná váljék. Akkor mit találjunk ki? Obán most először volt tanástalan. Azon töprengett, mit tehet a vezérlés, ha idegenek férkőztek a zsilibbe. Mert nem volt kétséges, a ház minden eseményét és folyamatát figyelemmel kísérő bonyolult gépezet azonnal tudomást szerez a fal egyik darabját ért hőmérséklet emelkedésről. Érzékelői behálózzák a házat, benne rejlenek minden fém darabban is. Kibonthatnánk a falat a kapcsoló körül. Obán felkattintott a sisaklámpáját, a fehér és piros gomb környékét szemlélte. Öröme nem tartott sokáig. Rájött, ez a terv sem kínál kedvező eredményt. A zsilip műveleteinek irányítása ugyanis nem a gombok nyomogatásával történik. Ezek csak jelzést közvetítenek a vezérlésnek. A valódi parancsot a szivattyú elindítására az adja ki. A férfi keserűen jegyezte meg. Amíg Dub nem dönt másképpen, nem változik a helyzet. Letta hallgatott. Nem tudták, mennyi idő telt el. Mindketten feszülten gondolkoztak. Aztán a megoldás villámként hasított a férfi agyába. Ez az! Becsapom a központi agyat, mondta, és azonnal munkához látott. Nem is figyelt Letta kérdéseire. A fémvágó robotot az egyik oldalfal mellé állította, beindította a lángvágót. A lézer ibolyaszínű tűvékony sugarát intenzitás szabályozóval széthúzta, a sugár most nem élesen, hanem legyezőszerűen verődött a fémfalra. Csökkent az olvasztó hatása, de nőtt a megmunkált felület nagysága. Mégis falat vágsz? De éppen ott, ahol az a legvastagabb? Nem, drágám, csak felforrósítom a fal belső rétegét. Az érzékelők révén a vezérlés erről tudomást szerez, és valamit tennie kell. Nem hiszem, hogy Dáb gondolt volna tűzoltási tendőkre. Tűzoltás? A vezérlésben kész program van arra, ha a házon belül veszélyes hőmérséklet emelkedést észlel. Az előbb azt hittük, ez akadálya lehet szabadulásunknak. Ellenkezőleg. De olyan falon kell jelentős hőmérséklet emelkedést produkálni, amelyhez a tűzoltó berendezések
csak a belső zsilipajton át férkőzhetnek. A szürke fémfal legfelső rétege már majdnem olvadni kezdett. Hőmérséklete több száz fokra emelkedett. Oban nem kapcsolta ki a robotot, de gyorsan a belső ajtóhoz húzódott. Gyere, hamarosan jönnek a tűzoltógépek. Amint nyílik az ajtó, a küszöbre rántjuk a másik szerelőrobotot, és ott lezárjuk a mozgását. Így az ajtó már nem zárulhat be, akkor sem, ha a vezérlés vagy Dáb az utolsó pillanatban ellenakcióba kezdene. Jól számított. Amikor a faldarab már-már vörösen izzott, a belső zsilipajtó hirtelen felpattant. Letta a nyílásba rántotta a robotot, Obán lekapcsolta a lézersugarat, és maga is kirohant a zsilipből. Fegyverrel kezében két ugrással szelte át a folyosót, belugta a nappali ajtaját. Közben háta mögött a zsilipbe berobogott a kerekeken gördülő tűzoltóautomata. Hőérzékelője azonnal lokalizálta a rendkívüli hőmérséklet emelkedés helyét, arra fordította a kilövőnyílását, és fehér habot fecskendezett a kamra falára. Obán ebből mit sem látott, már a házban rohant. Nem égtek a fények a nappaliban. Meglapult, veszélyt sejtve. Az egyik fal tövébe gugolt. Infravörös nézőkéjén át nem látta Dabot. Felnyúlt, megérintette a szenzoros kapcsolót. Ekkor már Letta is a küszöbön állt. A hámló kamrájában lehet, suttogta az asszony. Hány inger kerülgette. A zsilipből szabadulva hirtelen zuhalt rá feszültség. Akkor, amikor a baj tulajdonképpen már el is múlott. Elmúlott. Dabot csak ugyan függő ágyában találták. Nehezen ébredt kábult álmából. Szeme kialvatlan vörös volt, arcán mélyek a ráncok. Haja összekuszálva, mozdulatai alig koordináltak. A felgyűlő fény a vállátrázó dühös kezek elől megpróbálta eltakarni az arcát. Hörbi! Hát, átvészelted a bajt, mormolta, aztán aligha nem felismerte az előtt álló két ember arcát, mert így folytatta. Mi? Mi az? Ti vagytok? Hogyan jöttetek be? Obán válasz helyett fellökte sisakját. Beszívta a levegőt. A ház levegőjét, a föld, az otthon levegőjét. Ordítani szeretett volna. Magához rántani és ütni Dabot, értetlen arcába vágni, eltaposni, megölni. Csak fújt, mint egy dühös állat. Igen, állatnak lenni volna jó. Vannak pillanatok az életben, amikor azok lehetnének. Sejtjeink mélyén, agyukban még mindig dolgozó ösztönök szeretnének uralni bennünket, és ilyen percekben mi is szívesen átengednénk nekik az akaratunkat. Csak egy percre. Csak másodpercekre tudnánk elfelejteni az ezer nemzedék óta belénk nevelt, ránk kényszerített békjókat. Letta megfogta Obán karját. Mint már annyiszor, elég volt ez a kis jel, hogy a férfit lecsillapítsa. Obán még kettőt fújt, de haragja nem múlott el. Visszalökte Dabot a függőágyra. Itt maradj, és ki ne mozdulj a szobádból az engedélyem nélkül. A mérnök lehanyatlott. Furcsa volt kábult tekintete. Obán maga után húzta Lettát, és kívülről bezárta a kis raktár helyiség ajtaját. A zár ugyan gombnyomással szinte hangtalanul működött, mégis a két ember szinte hallotta a fémek kegyetlen csattanását, amely pontot tett egy időszak végére. Obán egyenesen a vezérlőpulthoz ment. Idegesen felnevetett. A feszültség benne is csak most kezdett leapadni. A képernyőn zöldes betűkkel ragyogott két legújabb jelentés. A blokád részben megszüntetve tűzoltás miatt. A zsilip hármas számú falának 14-es négyzetében a hőmérséklet fokozatosan csökken. Tűzveszély megszűnt. A zsilip belső ajtaja akadályozó tárgy miatt nem zárható. Obán Lettára nézett. Az asszony ott állt mellette. A szeme akár a tengeröble. Mozdulatlan majdnem. Már elcsitult a vihar, bár a mérhetetlen erő még a hullámok és a part között feszült. Obán szótlanul magához vonta és megcsókolta. Nem igazi csók volt ez ott és akkor. Nyugtató jel, megkönnyebbülés forrása.
Menj, vedd ki a gépeket a zsiliből, én a vezérlést veszem kezelésbe.